Szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Múlt hétfőn, június 16-án önök megemlékeztek Orbán Viktor 89. június 16-i beszédének 25. évfordulójáról. Ezzel egyidejűleg Tasnádi László főhadnad a BRFK állambiztonsági szervének 3/2-es osztálya C alosztályának megbízott vezetője Orbán Viktor kormányának rendészeti államtitkára lett 25 évvel később. Mivel foglalkozott ez az alosztály? A belső reakció a kulturális ifjúság és egyházi vonalon ellenséges tevékenységet folytató személyek, diplomaták operatív megfigyelésével és a kiemelt népgazdasági objektumok védelmével. Az újratemetésen 89-ben Tasnádi László a Heti Válasz 2009-es cikke szerint operatív tisztként két ügynökkel tartott kapcsolatot és kért tőlük jelentést. Tasnádi rendészeti államtitkár a múlt héten a következőképpen reagált. Nem mondok le, nincs miért. Mondhatta volna azt is, na és. Mondhatta volna azt is, nincs okom arra, hogy bármilyen oknál fogva szégyenkezzek ezért. Nem mondta ezt, mert ezt Medgyessy Péter mondta. Mi volt az önök érve az akta nyilvánossági törvénnyel szembe? Hogy ne az ügynökökön verjük el a port. Ezek után mit mondta Tasnádi államtitkár? Tehát az, hogy ügynök voltam, természetes dolog. Tisztelt államtitkár úr, a következőkre lennék kíváncsi. Először is szeretném föltenni azt a kérdést, amit 2002. június 19-én Rogán Antal föltette falak között. Büszke lehet-e az ember arra, ha ennek a titkos rendőrségnek tisztje volt, vagy nem lehet büszke arra, hogy ennek a titkos rendőrségnek tisztje volt? Hányan vannak még, akik a rendszerváltás utáni kormányokban a kommunista állambiztonság tisztjeiként szolgáltak? Mikor lesz nyilvános, hogy 89 után hány volt állambiztonsági tiszt szolgált a különböző kormányokban? Egyetérte egy lusztrációs törvénnyel államtitkár úr, támogatná a kormány azt, hogy kommunista állambiztonsági tisztek soha ne tölthessenek be kormányzati funkciót Magyarországon. Köszönöm szépen. Köszönjük. Megadom a szót Kontrát Károly államtitkár úrnak, akinek szintén 2 perc áll rendelkezésére. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Tasnádi László az elmúlt hét péntekén, 2014. június 20-án a belügyminisztériumban sajtótájékoztatót tartott pályafutásáról. Erről a sajtótájékoztatóról a sajtó képviselői részletesen, minden részletre kiterjedően tájékoztatták Magyarország nyilvánosságát. Tasnádi László elmondta, hogy terror elhárítással és kém elhárítással foglalkozott. Elmondta a részletes szakmai életútját. Tasnádi László az elmúlt 4 évben, 2010 és 2014 között a belügyminisztérium kabinetfőnökeként a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésein gyakran tájékoztatta az országgyűlési képviselőket, és akkor senkinek az ő tevékenységével kapcsolatban kifogása nem merült föl. Tisztelt képviselő úr, Tasnádi László beszámolt az életútjáról, elmondott mindent a nyilvánosságnak ezzel kapcsolatban, elmondta a tevékenységét, elmondta azt, hogy mivel foglalkozott 1970-es évek közepétől kezdődően. Tisztelt képviselő úr, ön ezt a bejelentést, ezt a sajtótájékoztatót, illetőleg az ott elhangzókat politikai haszonszerzésre használja föl. Kérem, hogy ezt ne tegye. Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úré a szó. Parancsoljon! Ez a faktum még... Elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az a helyzet, tisztelt államtitkár úr, hogy az önök által elfogadott alaptörvény úcik 4-es bekezdése alapján Tasnádi államtitkár úrnak, vagy korábban kabinetfőnök úrnak az ország nyilvánossága előtt kellett volna arról beszámolni, hogy mit végzett 1989 előtt. Nem a színfalak mögött, nem különböző titkos megbeszéléseken. Tisztelt államtitkár úr, tudjuk, hogy mi történt ezen a sajtótájékoztatón, tudjuk, hogy például a Fidesz azt mondta, hogy szakmai és nem politikai munkát végzett. Mint Medgyessy Péter, nyilván belülről bomlasztotta a rendszert. Tudjuk, szakember volt. Szakember, mint azok, akik 44-ben a közigazgatásban dolgoztak, szakemberek voltak azok is, akik a 80-as években a cenzúrát irányították. Tisztelt államtitkár úr, egyetlen egy dolgot ajánlanék az ön figyelmében. Közjogi értelemben bizonyára lehet Magyarország miniszterelnöke a D209-es elvtárs, de erkölcsi értelemben nem. Demokráciában egy valami nem lehet,
aki a diktatórikus rendszer fenntartása mellett tevékenykedett, mégpedig közéleti szereplő. Kövér László mondta ezt 2002. június 22-én. Viszont válasz illeti meg az államtitkár urat, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő. Még egyszer szeretném legszögezni, Tasnári László 2014. június 20-án nyilvánosság elé állt, minden pályafutásával kapcsolatos részletről tájékoztatta a nyilvánosságot, elmondta azokat a tényeket, amelyek a pályafutásával kapcsolatosak, elmondta a tevékenységét, a különböző beosztásait, elmondta azt, hogy ő ezekben az időszakokban milyen tevékenységet folytatott. Tisztelt képviselő úr, arra kérem, hogy ezeket az információkat, amelyeknek ön is a birtokában van, azoknak az információknak, tisztelt képviselő úr, amelyek a sajtótájékoztatón elhangzottak, tehát ezek az információk a nyilvánosság számára hozzáférhetők, és ezeket Tasnári László megosztotta a nyilvánossággal. Köszönöm szépen!